Az utóbbi napokban, hetekben Dunát lehet rekeszteni, avval az iszonyatos mennyiségű spekulációval, információval és dezinformációval, ami a balti-tengeri földgázvezetékek elleni támadással kapcsolatosak. A fő kérdés persze, hogy kinek állt érdekében, qui pro est, ahogy a régi római jelv tanított minket feltenni a legfontosabb kérdést. És ha megfigyeljük az érdekeknek a térképét, akkor azt látjuk, hogy a legtöbb európai játékosnak, akinek valamilyen köze van ehhez a földgázvezetékhez, fűzöttek érdekei ahhoz is, hogy ezek a vezetékek tovább működjenek, és azok ahhoz is, hogy ezek a vezetékek megsérüljenek, esetleg örökre leálljanak működésükben. Oroszország szempontjából a kép szintén ilyen felemás, Oroszország szempontjából is vannak igen jó érvek a vezeték megtámadása, ugyanakkor a vezeték fenntartása mellett is. Ami az Egyesült Államokat illeti, teljesen nyilvánvaló, hogy mik az Egyesült Államok érdekei abban, hogy ez a vezeték megsérüljön, és Németország ne tudjon esetleg egy külön békét, vagy egy külön egyezményt kötni Oroszországgal a földgáz szállításával kapcsolatban. Amit mindez ideig nem sikerült megértenem, vagy kiderítenem, vagy felfednem az, hogy vannak-e az Egyesült Államoknak olyan érdekei, amik a vezeték, a földgázvezetékek megvédését, megőrzését és a jövőbeni üzembe helyezését célozzák. Ha ti ismertek ilyen érdekeket, akkor nagyon kérlek titeket, hogy közöljétek velem, és egyáltalán nagyon hálás lennék, hogyha megmondanátok, hogy mit gondoltok erről a gondolkodásmenetről. További kellemes hetet kívánok!